Idén korábban kezdődött a pollen allergia szezon az enyhe idő miatt. A pollen térképen jól látszik, hogy már országszerte megjelent a levegőben a mogyoró, az éger, valamint a ciprus és a tiszafafélék virágpora. Koncentrációjuk a hétvégén már többfelé az allergiás tüneteket is kiváltó közepes szintet is elérte, sőt a mogyoró és az éger terhelése helyenként már magas volt. A Dél-Dunántúlon jelenleg alacsony a mogyoró virágporának koncentrációja, ugyanakkor az elmúlt napokban előfordult, hogy az allergiás tüneteket okozó közepes szintet is mértek. A szakemberek felhívták a figyelmet, hogy a virágporra allergiás betegeknek érdemes gondot fordítaniuk a megelőzésre. Gyakoribb hajmosással, fürdéssel, takarítással, mosással és a kint tartózkodás minimálisra csökkentésével sokat tehetnek tüneteik enyhítéséért. A vén nélkül kapható szereket pedig időben be kell szerezni, ezt sokan már el is kezdték, mondta az egyik szexádi gyógyszertár vezetője. Elsősorban az antihisztaminok segíthetnek, hogyha ez egy komolyabb probléma. Ezek között van, ami már kapható recept nélkül, több is. Van olyan, ami recept köteles, van olyan, ami nem antihisztamin, de rendszeresen szedve megelőzi az allergiás tüneteket. A szakember felhívta a figyelmet a kereszt allergiára is, vagyis arra, hogy bizonyos gyümölcsök fogyasztása fokozhatja a pollen allergiát. Dinnye és a vadkendernek a kapcsolata, szerintem azt nagyon sokan megfigyelték, hogy dinnye fogyasztása után súlyosbodnak a tüneteik, és ráadásul nem csak rövid időre, hanem ha valaki egyszer eszik dinnyét, utána hetekig fokozottabbak a tünetei, de ugyanígy az alma és a nyírfa, és még más kapcsolatok is vannak, tehát ezeknek érdemes utána nézni. Az allergiásokat némiképp vigasztalhatja, hogy az elkövetkező napokban a visszatérő hűvösebb idő hatására átmenetileg várhatóan mérséklődik a terhelés, ám a meteorológiai előrejelzés alapján a jövő héten sem számíthatunk tartósan fagyos időre, így várhatóan fokozatosan erősödni fog a koratavasszal virágzó fák pollenszórása.